Üdvözlök mindenkit, éppen most Sajmálvasút állomásra néztem ki. Már kicsit el is távolodtam az állomástól, de a felújítás azért látszik, itt megvan már a két vágány. Sodompós átjáró oda is került, másik oldalt megszűnt, mert az a túlforgalom az ide van átterelve, ugye ott a háttérben ott az Osan, és itt kapott egy új bekötő utat a környék, tehát ott, hogy az állomás után volt út, az megszűnt. Nem állnak a felső vezetéktartó oszlopok, csak egy-kettő. Hát itt ennyi hiány van még, és itt megépett, megálló a rakodóhely, de Sajmál állomásból, mert ez a téglagyári rakodóvágány még megmaradt. Úgyhogy egyébként ennyi, most elsétálok üdemig, és a nyílt pályán szép nézzük, mi a helyzet. Ez a mai program. Itt is épült itt egy híd, valami kis egyszerű kis patakocska mellé. Igen, meg ott a háttérben van egy már bezárt téglagyár. Hát majd lehet egyszer azt is megnézem, most nem. De egyébként ugye pár éve voltam már benne, igazából semmi extra, nem sok nézivadó van benne, teljesen ki van már fosztva. De jó, majd később jelentkezek. Jelentkezem, elsétáltam a első. Nagyobb ívig, innentől már az oszlopok megvannak. Végig, hát egy vezeték még nincs rajta, az látszik, és ezek a kisebb fapóznák, ezek jelzik, hogy hol volt a régi nyomvonal. Tehát az valahogy így jött, az még a régi egyvágányú, majd 2013-as képek vannak arról, még a vágányzár előtt, itt szintén végig sétáltam rajta, és akkor azokat a képeket majd bevágom ide, és akkor azt össze lehet vetni, ott az Osan, arra. És ez pedig ott már az új bekötőútnak a felüljárója előttünk. Ez most ilyen rendhagyó videó lesz, vagy hát ilyen, mert csak a mobiltelefon van most nálam, mert a kamerának lemerült az aksia. Vagyis hát ne, az is maga a memóriakártyát nem raktam bele, azt elfelejtettem bele, mert elindultam a digitális fényképező, meg ugye szintén ez a baj valahogy, hogy lemerült az aksi, és azt láttam is, hogy már csak egy csík van, de hát mondtam, hogy majd berakom a tartalékot, ha lemerül. Hát az első 10 kép után lemerült, és kiderült, hogy a tartalékot csak hoztam el, azt ott hagytam a töltőbe. Ez van. Így marad a telefon. Ehhez viszont hoztam töltőt, úgyhogy ha lemerül, akkor tudom majd tölteni. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Így lesz kép. Tehát most az új képeket ugye csak telefonnal tudom csinálni. A régi kép magában még nagyon régi fényképezőmmel volt, tehát az se lesz sokkal jobb minőségű, de hát ez van most. Az összevágott videóban egy különböző képek lesznek, amit éppen sikerül bevágni róla. Akkor menjünk tovább, majd később jelentkezek. Jelentkezem, most vagyok a felüljárónál. Ez egy teljesen új építmény, ez a vasútfejlesztés mellett épült ide, hát ez a kettes vonal fejlesztések ez ilyen nagyon nagy jellemzője, hogy igazából a költségek több mint fele az igazából vasútfejlesztés címén így közúti fejlesztése ment el, hogy így felüljárók épültek, meg Pilis-Vörösvár felüljáró, meg ilyen után is épült egy felüljáró. De itt tartunk, hát arra jöttünk, itt még semmi. Felból érdemleges nem volt, feltámadt a szél, nagyon jó, mert szélza is lesz a videóban. Arra fele, az már ugye, az már ott a hegységek, tehát ez még nem a Pilis szerintem, hanem az még inkább Pesfele tartozik. Ja, nem, arra gyalogolunk vissza. Tehát itt az új felüljáró. Szép vég. És ugye ilyen tartósodók már vannak az oszlopokon, de vezeték még nem. Mert ezeket egyébként ilyen éjszakai vágányzárak közben húzzák ki. Csetel most ne zavarjanak. Ilyen hétvégi, meg ilyen éjszakai vágányzároknál van az, hogy a felső vezetéket ki fogják rá az oszlopokra rakni. Gyakorlatilag hát eddig úgy gondoltam, hogy az oszlopok már mindenhol állnak, de hát látszik, hogy Sajmáron még azért vannak éjszakok, tehát még oszlopállítás is lesz. De ugye itt már vezeték is van, hoppá. De ez még nem a munkavezeték, de már valami van az oszlopon. Tehát azért haladnak vele. Hát igen, itt ilyen vasbeton oszlopok vannak főleg. Ez a
ez beton. Csak elvéte vannak ilyen lácsos acéloszlopok. Például a következő az már olyan régi nyomvonal, ez még mindig valahol itt ment. Szerintem egy részben itt ugyanezen a nyomvonalon, ezen a pályán. Valahol itt, ahol most az árok van, itt mehetett, és hát ugye ennyi volt, hogy itt azért olyan nagy vonalkorrekció nem volt. Az később, hogy Vörösvár után még egyáltalán nem volt, de úgy soha már meg Vörösvár között ott azért jobban. De ahogy jöttem el a vonattól, így Üdömnél is nagyon látszik, hogy ott is ilyen több méterre. De megvan a régi nyomvonal is látszik. Menjünk tovább. De hát az Osan az ott van, ugye ehhez itt ilyen megkötő út a 10-esről. Az Osan fele, hogy a 10-es út az ott arra távolabb. És hát ugye régi nyomvonal, meg ugye valahol itt. És itt a következő oszlop. Hát egy olyan kb. 30-50 méter van így két oszlop között. Úgyhogy most egyen annyit haladtunk előre. Ugye, ez már vas. Na jó, hát szerintem később majd, most inkább fotózni fogok. Érdekességképpen, hogy itt azt hiszem ez a Solymári patak, és itt a vízelvezetője az új felüljáró alatt. Az jobban nem tudok lemenni itt, de elmutatom. Onnan jön és arra fele folyik. Mint hogyha ezt is új modellbe lakták volna így a vasútfejlesztés mellett. Tehát lehet, hogy itt egy-egy szakasz az mesterséges modellben van. És ott a pályatest, onnan jöttem. Ez meg itt egy vízelvezető, úgyhogy most vissza. Jó. És később jelentkezem. A 122-estől indultam, azt megnéztem Solymáron. Ez most a mindegy, ez a 111-es, mindegy szelvény, úgyhogy 1 km körbe haladtam most. Hivatalos menetrendi adat szerint Solymár és Üdöm között 5 km van. Hát most az valóságban az egy picit kevesebb. Úgy tippelem, hogy olyan a 78 körüli szelvénynél leszek. Az lesz a vége. Vagy ugye 80-valahányas. Úgyhogy hát csak előre. Jó, hát 5 kilométeres séta az nem olyan sok. Ezt így simán megbírja az ember. Úgyhogy haladunk tovább. Hát itt meg most már megint egy szakasz jön, egy darab is semmi. Extra. Úgyhogy. Majd, hogyha lesz, majd szerintem a következő kanyar után majd jelentkezek, számomra meglátjuk. Még elmegyünk itt a működő téglagyár mellett is majd, ezt láttam a sonatból. Lesz ott egy átjáró, egyébként itt volt régebben, aztán egy-két András keresztes átjáró is, amire emlékszem, na, ott van egy. Pont előttünk van egy útátjáró jelző, de a szénsorompósat jelez. De valószínűleg több ilyen fölutas átjáró megszűnt, mivel az utak is így eltűntek a környékről, amik keresztezték a vágányt. Na azt akkor azt még maradjunk itt, mindjárt megmutatom, közelebb élünk. Úgyhogy a helyzet. Mert ott, na, én már látom, csak szerintem a kamera még nem, úgyhogy ezért megyek egy kicsit közelebb. Egy útátjáró jelzi a 104-es szelvénybe. Egy fénysorompós útátjárót jelez. Itt pedig már egy térközjelző, vagy lehet, hogy ez már a Solymár bejárati jelzője. Ugye, az a másik irányba mutatja az információkat. Na, szóval itt vagyunk. Innen már látszik. Ott van. 104-es szelvénybe egy fénysorompós útátjáró. Ez pedig ott egy... Hát ez szerintem... Ez valószínűleg, igen, ez a bejárati jelző lesz. Hát, szabad a menetel. Ugye,
nincs vonat előttünk, sem mögöttünk. Következő van az egyébként a másik vágányon fog jönni. Megvan egy kiszáll. Itt már van vezeték, de ez nem úgy tűnik, mint a munkavezeték lenne, de már van, valami vezetékszerű képződmény van az oszlopon. Érdekes, hogy csak eddig, ebbe az egy oszlop közben van. Úgyhogy más nem tudok is. Ja, és ott már látszik a félcsodompós útátjáró, amit ugye jelzett nekünk. Útátjáró jelző, és hát jó, és hát nem nekünk, de kín van. Hát, megfejtésre álló üzenet. Se baj. Ja, pályáról is egy kicsit, akkor lássuk. Ezek ugyanilyen ellemes típusú betonaljak vannak, 2014-es mindegyik, mondom, akkor is lakták le. A sínek pedig 54-esek. Itt van, mutatom. Tudom, látszik-e, de... Nem bírom most kiolvasni, hogy milyen gyártmányú, de már nem Diósgyőri, az volt, nem gyártanak. 03-13-54, ez van még ráírva. Tehát valószínűleg az 54 kilós sínek. Itt egyébként régebben, 13-ban a sincsavaros leerősítésű alfás pálya volt, 48-asokkal, 48-as sínek. És már egy-két helyen eléggé ilyen, ugye hiányos ágyazat, meg ilyen széttuhadó alfák. Hát az már vágányzár előtti hetekben volt, amikor ide, hát akkor többet magammal kijöttem. És egészen Aquincum felsőig elsétáltunk Sornától. Hát most lehet, hogy csak üdemig fogok menni. Úgy nem tudom, hogy itt már bejártam korábban. Csak ez a szakasz nem volt, mert Pidis-Vörösvártól Solymárig is, még azután, hogy átadták. Úgyhogy csak úgyhogy ez a szakasz nem volt még meg. Egyébként szerintem az volt a régi nyomvonal. Ott valahol, szerintem ott volt a régi nyomvonal a pályának. De ezt majd a közelebb élek megnézem. Csipontja, ez itt egy tengelyszámláló. Az érkező vonaton ez érzékelés, hát ez már nem a félcsodompót működteti szerintem, hanem ez már a kiszámláló része. SR2 E-tel. De majd a közelebb megyek megnézem, mert szerintem a másik tengelyszámláló ott lesz. A régi nyomvonal az ott jött, itt volt benne egy S-kanyar. Ott a felüljárótól volt benne itt egy elkanyar, egy S-kanyarba, és itt jött. Tehát a pózák egész jól követik itt a régi nyomvonal helyét. És itt van egy, hát ez inkább gyalogos átjárónak tűnik. Itt régen egy sima átjáró volt, igen, emlékszem, itt volt egy András keresztes. Lakott egy fénysodompóz, nem baj. Ha nem jön, az látszik már. És itt volt a patak. Most nem emlékszem, ott a házaknál volt a patak. Ezt az átmászva, hogy megnézem, hogy az átjáróban vezet. Első egy automatas odompó, valóban. Ott a kiszámlálója. Tengely számlálóval. Ugye ez, különjük, hogy ez a vagonokat, a tengelyeket számolja, ahogy átmegy fölötte. És hogyha nulláig elér, akkor oldja az állbatartást. A másik oldalában meg szintúj, tehát ez tulajdonképpen egy rezgőkör, amikor ha bemegy a vas kerek a vonatnak, az elhangolja, és ebből ki tudja számolni, hogy hány tengely ment be, hány ment ki. És ha ez nem nulla, akkor nem oldja fel a lezárást. Lényeg, hát egy dióhéjben ennyi a működése. Hát ez szép kis szlalomozó, labirint korlátot kapott. Itt régen az átjel az annyi volt, hogy ki volt egy András kereszt, egy földút átment rajta, aztán ne. Hát egy picit modernebb lett, jó. Megnézem a patakot. Szerintem itt került új nyomban, vagyis hát nem itt csak kibetonozták. Itt is van, ahol már van vezeték az oszlopon, de szerintem azért mindig van munkavezeték, de... Nem tudom, túl vékonynak tűnik nekem ahhoz, hogy ez a munkavezeték legyen. Miért csak egy szakaszon húzták még be? Patak. Jó.
Igen, ezt már láttuk ma. Egyébként nagyon szép idő van, pont ilyen kirándulásra való az év is. Tudtam, hogy akkor most akkor ide jövök ki. Ezt már régóta terveztem, mint hogy egy-két vonalbejárást is. Én nem üzemelő pályákon is, hát ugye ez volt most közel. Viszont közel volt Pest, hát hamar megjárható. A közlekedés is jó, úgyhogy most mai napon ez van betervezve. Jó, majd később jelentkezem ismét. Ott megy a régi nyomvonal, elkanyarodva az egyvágányos, itt erre. Látszik, hogy ott arra. Tovább, és ez meg az új. Ennyi vonal konnekció volt. Ugye ennyi, és ott a háttérben meg ez a lapos marcon fog. Oda van legalábbis tervezve az M10-es, vagy itt a gyorsforgalmi út, ami a 10-es út mellett lesz, vagy az N0-as kérdő időt folytatásaként, az hogy ide van tervezve a részre. Abból mikor lesz valami, az jó kérdés, és ott van még egy átjáró. Az már szerintem a téglajáré lesz. Ez már egy komolyabb átjáró. Itt fénysorompó, és félkar is van, sorompó is van. Itt a mechanika, Siemens. És itt viszont, hogy úgy emlékszem, hogy még a felújítás előtt volt egy őrház. Itt. De ma akkor is lakatlan volt, de mentünk, megnéztük, és vonat is jön, úgyhogy fénysorompó mindjárt váltani fog, vagy már váltott is. Igen. Mindjárt lemegy a sorompó. Itt viszont valami nagyon egy csillogó részvezeték van fönt. Hát nem tudom, majd ez valami szakértő, vagy inkább megmondja, hogy ez munkavezeték vagy sem, de nekem nem annak tűnik. Figyeljünk. Még nincs bejelzni az elektronika, kicsit azért nyikolgott. De megvárjuk szépen, ott jön egy vonat. Akkor lássuk. Én mecsébe zíró. Nem is rossz. Hétvégén jó, sorompó föl. És igen, mehetünk tovább fehér. Most a másik vágányon kell menni, mert most azon nem jön most egy óráig vonat. Úgyhogy ebből fél óra múlva várható a másik irányba egy vonat. És a régi nyomvonal meg természetesen még mindig megvan, az ott megy. Jó, később jelentkezem, mert most már 95-ösnél tartunk, tehát 3 kilométert körülbelül már haladtam, úgy Solymártól, tehát már az útnak több mint a fele megvan. És még is nagyjából, tehát az ott szerintem tuti, hogy már az óbudai hőerőmű kéménye. Itt van egy villanyvezeték, és ez szerintem egy ránézésre egy 120 kV-os, vagy 35 kV-os szabad vezeték, de közelebb megyek, megnézem az oszlopon átirában írva.
Régi nyomvonal az még mindig ott. Ott, arra. Később pedig jelentkezem. A gyár, ott a kéménye, és ez a Solymári téli gyár működik, és ez az az átjáró, ez egy másik átjáró, szintén sorompós. Fenn van a sorompó, így most biztos nem ilyen vonat. Ez a következő, nézzünk körül. Erről jöttünk. Arra megyünk, hát a háttérben látszik egy felüljáró. Hát, az már szerintem az üremi lesz. Vagy legalábbis ott arra fele, tehát már mindjárt beérek üdönbe. A 89-es szelvény, úgyhogy most így körülbelül egy a 3,5 km is Solymártól. De alakul. A régi nyomvonal az itt mellettünk van. Itt még nem nagyon télen. Hát ugye itt bent az egy vágány. Így gyakorlatilag teljesen itt mellette vagy, hát majdnem ugyanott is. És az a régi bakterház, amiről beszéltem, az most már én jobban emlékszem, hogy az itt volt. Akkor is a vasárhoda volt, és nem lakott benne senki, meg üveg tetejese volt már. De akkor még bementünk, körbe fotóztuk, stb. Mindjárt megnézem, hogy valami nyomát föl lehet még fedezni. Nézd már, mindjárt ott vagyunk, de most itt vágok egyet. És régen már itt a sima. Hát most nem emlékszem, hogy fénysorompós átjáró volt-e, vagy rendes, de... pálya. És hát itt annyi változott, hogy dupla fénysorompó, sorompó biztos nem volt. Viszont kapott nem túl nagy gyár, de is kapott egy külön fénysorompót. És ott volt a régi vadház. Hát ennyi maradt belőle. Ezt viszont megnézem annak. Ilyen előzékenyen építve, hoppá, hát azért annyira nem, de egy ezt a kis árkot mire lehet küzdeni. Szóval itt van, hát még a szabványmávos kerítés az ott van. Na, akkor másszunk át. Majd ugyanezt meg kell csinálni visszafele is. Hát ugye házból ennyi maradt. Ez az, a régi mápszabványú hálkerítés, betonkerítés. Ez maradt meg belőle. Hát és ennyi, az meg már ugye a 10-es út. Meg már szerintem az már üdöm. Vagy valami közeli, hoppá, lement a sorompó, és jön a vonat. Ezen a vonalon csak dezírók járnak, itt másra nem lehet számítani. Szimpla, dupla vagy tripla egység, de szerintem hétvégén tripla egység az nincs. Akkor folytassuk. Na szóval akkor dezíró, elment. Hoppá, ott valami nagyon füstöl. Hát mondjuk fűteni azt ilyenkor már nem kell, de az nem semmi abban a kéményből mi jön ki, de... Nem tudom, mit égetnek, és főleg, hogy minek. Belőfényes napsütésbe, meg tavaszi időbe. De fűteni már nem kell. Na jó, hát mindegy, ez nem a mi gondunk. Az már, azt hiszem, tudja biztos, hogy ez már az óbudai erőmű kéménye. Úgyhogy előre tovább.
Haladunk, ez már 83-as szelvény, és már a megállóhely tábla is kim van. Ez nem betű, az azt jelenti, hogy megállóhely lesz a közelben, és az már az üdemi. Ezt úgy körülbelül olyan a vonat sebességétől függően az engedélyezetre, amit a pályán engedélyeznek, olyan pár száz méterre szokták elhelyezni, tehát itt egy olyan 200-300 méter satszolnék. A régi nyomvonal még mindig mellettünk van. És itt egy térközjelző. Ja, a vonat már egy 10 perc elment, úgyhogy azért jelező, de térköz szabad, nincs benne vonat. Itt ilyen túlzásban ugye nem vitték ki fel a felújításnál, de azért egy-két térközjelzőt azért kiraktak, hogy nem egy állomás közben kelljen kezelni. Ilyen az Óbuda-Solymár már azért az elég hosszú táv. Tehát itt már van egy, szerintem ez egy ilyen önműködő térközjelző, hogyha eddig a vonat eljött, akkor innen már, ugye, hogyha mögötte van egy, az küldhetik, mert nem látják, hogy szabad a pályaszakasz. Ott egy sárga balánbusz. Na, zoomoljunk rá. Hát ott meg megy a 10-es úton. Hát igen, ez a felüljáró épült ide. Elban. Ez már gyakorlatilag üdem, sőt igazából ez a része, ez még Budapest. Úgyhogy mindjárt megérkezünk oda az ívhez, és még mindig van vezeték az oszlopon. Ezt mondom, majd fel fogom tenni az esztergomi vonalnak az élcsoportjába, és majd ott biztos lesz olyan szakértő, aki megmondja, hogy ez most már tényleges, végleges vezeték, vagy még csak valami más. És érdekes, hogy csak az egyik vágány fölött van még. Mármint, hogyha már az oszlopok végig állnak, akkor már igazából rádobálni a drótot, az már nem hiszem, hogy olyan hatalmas nagy feladat lenne. Hogy még egy hétvége alatti teljes vágányzálon le tudnák megcsinálni. De hát ez majd kiderül. És az bizony már a Solymári peron. Ott is volt itt a B+L parkolóhelyén is egy ölház, pont a fénysorompó mellett. Vaj, már hülye vagyok az üdöm. Nem vissza is, az már ott a peron. Hát ugye itt is egy egyvágányos állomás volt, viszont az a háttérben lévő ház, ott a peron tető mögött, az régen állomás volt, mert itt egy kétvágányos állomás volt. Aztán lett belőle megállóhely, most megint megállóhely, de kétvágánnyal. Úgyhogy arrafele még Budapest van. Ez a felüljáró se volt itt régebben. Ez a elkerülő út. És a régi nyomvonal meg itt ment valahol erre. Nagyon látszik, ugye, de ott arra. Azt én meg fogjuk nézni. Ez kicsit később fog jönni, hogy mi megyünk el, de ezt nem fogom megvárni. Ez ilyen ott van. Tizenítjenek ezek, jön és még 5 perc a fárlások késik. Na, ez volt régen az állomás épülete, most a magánlakás. De régen ez az állomás épülete volt. Rendesen találta el, de megvan. Ez meg az új peron. Ott is van egy útátjáró. Másra most már ugye Óbuda és Ürem közé épült még egy megálló, a Aranyvölgy néven. Ha másra, akkor addig is elsimán el tudok menni. De szerintem Óbudáig is lezám, mire ide érne. Ez meg valami non-stelep itt mellette. Szerintem valami ilyesmi volt itt. Hát ez meg simán, hát ez tipikus viakolonos peron. Ezek most az átépítésnél, de mindegyik ilyen lesz, mindegy, hogy néz ki. Ott is füstölnek valamit. Nem szóltak nekik még, hogy tavasz van, nem tudom. Menjünk tovább. Úgyhogy mindjárt elérünk a peron végéig. Szerintem itt is a régi hogy az ott eléggé szétkaptak valamit. Nem az van, szóval csak 15.
ez meg itt a nostalát. Körülbelül egy kilométerre van egyébként Aranyvölgy, és körülbelül még ugyanennyire Óbuda. Aztán ezt a Magvinkum felső is kb. Annyi. Úgyhogy egy más sima ügy. Szerintem itt volt az a Baktelház, nem? Nem olyan emlékszem már, mert régen volt. A régi őrház. És ez itt a régi nyomvonal. Tehát régen a vasút itt ment. Most már emlékszem, mert ott már ekkor volt az őrház, és ugye ott él vissza a régi nyomvonal. Megnézzük, lakatlannak tűnik. Szerintem ez volt régen a Soronkövőrhely egyébként. Innen kezelték azt a... akkor még nem fél Soronkó, hanem kézi Soronkót. Annak tűnik. Voltosan ember. Ember áll a báli lakat itt. Itt szerencsére, hogy dalás szezon még nincs. Itt valaki itt lakik. Jó. Nem is megyek beljebb. Valószínűleg nincs itthon, de még a végesség, mert szerintem odabent úgy sincsen semmi, legalábbis olyasmi, ami minket érdekelne, hogy nem. Itt volt egy melléképület, ezt már lebontották, vagy összedőlt. Hát, hogy valakit érdekel, akkor most pont eladó. Hát, mindegy. Nem érdemes beljebb menni, mert nem biztos, hogy örülnék annak, amit látunk. Külső szobát használja a belső szobát a WC-nek, aztán inkább most használ. Hát vissza, ez a régi nyomvonal, most csatlakozik az újhoz. Szépen itt a régi távíró vezeték hoznája, ez tényleg a hangi repülő. Ez meg biztos pedig egy felemegy, húzza a csíkot. Most az lesz, hogy szépen visszamászol. Pályára. És hamarosan Aranyvölgy. Úgyhogy majd ott jelentkezem. Ez tök jó, mint egy vasúti vagon lenne. Na, jó, kelljek. Mindjárt erről. Már Aranyvölgyig eljutottam. Így nagyjából fél úton Üdem és Óbuda között. Hát ez ennyi. És ide viszont egy középpelon épült, és ilyen távlati terv, hogy az egyes villamos is kijön eddig. Valahol ott lesz talán a végállomás, hogy közvetlenül át lehessen rászállni. Mindjárt szétnézek itt a gyalogos átjárónál. Itt mi a helyzet? Mert ugye 64-es, tehát ugye a 122-estől indultunk, tehát ma majdnem 6 km meg volt. És ha nem kiesne a vonat, ugye itt is lenne. Hát egy kiadó gépet azt kitettek a vonatban, vassza meg. Igen. És akkor ugye itt van maga a megálló. Ugye az ott a külső Bécsi út szerintem, tehát onnan jön ott, ahol a házak vannak. Tehát az egyes villamos meghosszabbítása az valahol itt lehetne. Errefele itt kéne valahogy behozni, de... A más kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani. Ugye B plusz L nincs, B plusz L van. És ugye errefele van még egy út. Az volt egyébként szerintem a régi nyomvonal, nekem nagyon úgy tűnik, ahova a bicikli út épült. És arrafele meg ugye, tudom, majd szétnézek arra is. És
Ugye megnézem, mi újság az állomáson, lehet, hogy mindjárt tart. Szokásos vincsodantós átjáró. És menjünk tovább a balra, mert meg már a felüljáró. Szóval a kémény. És a felüljáró nordfelé, és kb. 1 kilométerre arra Óbuda.